Previously on Alan Wake, something I only know as the Dark Presence held my wife captive and used her to write a horror story that came true. I'll bring her back. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Alan? I saved Alice, then wrote a better ending for the story. But not without a price. I was trapped somewhere in the dark place, a strange zone somewhere beyond our world. It's not a lake. It's an ocean. After the completion of any difficult undertaking, there are mixed emotions. Accomplishment and relief. Sadness, depression. For a while, everything was about the work. Like an illness, it consumed you, changed you. You locked yourself away from the world to do it, and now you need to recover, learn to live without it, find a way to crack open the door, and let the light back in. I knew this place. It was familiar. But wrong somehow. Welcome to the... Everything had a surreal, dreamlike quality. Üdvözletem, sziasztok, aranyhúson! Na, helyzet az, hogy miután mondtam nektek, hogy DLC hétvégét fogok tartani, hogyha szeretnétek, már pedig úgy tűnik, hogy szeretitek, ezért én most DLC hétvégét fogok tartani, ami gyakorlatilag, mivel kérdeztétek, konkrétan annyiról szól, hogy elkezdem végigtolni azokat a DLC-ket, amiket eddig nem láttatok tőlem. Egy-kettőt igen, másokat nem. Gyakorlatilag ugye most az ellenvég eseményei után járunk egy picivel, és most igazából a kettő darab extra epizódot fogom nektek végigjátszani. Van még egyéb játékból is, ami egy kicsikét elmarad, de ez van. Mindig elfejtem, hogy melyiket kell nyomni. Ja, megvan. Hát, ezt szerintem buktam. Tökéletes, jól van. Na, igazából ugye ott hagytuk abba, hogy kedves Ellenünk az megmentette a feleségét. Viszont sajnálatos módon csapdában esett az egyetlen egy helyen, ahol ezt megtehette, méghozzá ugye ebben a félvalóságban, amit a sötétség irányított. És itt kezdődnek nekünk leginkább a problémáink, hogy valahogyan ugye innen majd ki kellene jutni, ugyanis egyenlőre inkább Silent Hillnek tűnik ez a játék, mint Alan Wake-nek. Alan, listen to me. Go no deeper. What? Focus. You're losing yourself. I will try to help the best I can. But it's up to you. Find a better point of contact. What do you mean? I cannot hear you. Please, you're the one making all this happen. Concentrate. This is what's happening. Nightmares. Too deep. Can't take the pressure. It's too much. Suddenly, Wake found himself face to face with himself. At the sight of myself, the dream suddenly became lucid. The dark place. That's where I was. You will need weapons. Köszike. Köszike. It's not the light itself, but what it represents. You will need it. Jön még valami? Ja igen, fegyver jön. Helyzet az, hogy ennek most úgy futok neki egyébként, hogy már végig csináltam, de most nem nagyon emlékszem rá. Be careful. I will try to find a better point of contact. I didn't understand Zane's message. And knowing where I was didn't fix anything. Something had gone wrong after I had finished departure. Na, itt kezdődnek majd a mókás dolgok. What the hell was that? Na, ez mi a pék lehetett? The diner had become deserted. Then the door was smashed off its hinges and Wake had to fight for his life. Igen, mint tudjuk, hogy ha ilyeneket látunk, akkor az nagy valószínűséggel a jövőt fogja elővetíteni. És ez egy nem túlságosan fényes jövő. Na, gyorsan kifele! Köszike! Mindig csak a fény felé. Mindig csak is a fény felé. Thank you.
Ott is van, gyorsan be kell jutnom, és akkor tök jól leszek. Mondtam. Hú! Ajtó becsukva, csodálatos, csodálatos. Sokkal nehezebb egyébként, és sokkal izgalmasabb, mint ahogy volt az eredeti 4, na, tehát az eredeti 6 epizód. Úgyhogy mindenki kösse fel a gatyáját, izgi lesz. Olvassunk. I knew it was my writing, but the words were jumbled dreamlike fragments, reloading frantically. The rounds of the slippery stone was thrown away from the tent. The bed looked inviting, but it was just the radio. I had to go on. She was startled by the phone. The GPS system was working. I hadn't expected that. Hello? I'm trying to reach you. Can you hear me? Can you hear me now? Yes. Listen, I can help you, but you're drifting deeper. I can't reach you. You must come to me. I can't maintain the connection. Use the words. Follow the signal. Semmit nem értettünk ugye abból, amit szeretne. Na, itt mi van? Ja nem, hát ez buktam igazából, nem tudom. Elolvasni szerint nem is emlékszem, hogy vannak-e egyáltalán felszedendő lapok ebben, de úgy dereng, hogy nem. These were alien skies, but it was guiding me towards something. Towards Zane? Na, a GPS jel... Hoppá! Na, igen, és ugye az utolsó részben megismert dolgok itt vannak most. Gyerünk már. Na. Mehet már? Na, mi a fene van? Miért nem veszed föl? Na végre, köszönöm szépen. Csodálatos! Gyakorlatilag miután ugye bekerültünk ebbe a, erre a sötét helyre, innentől kezdve az összes létező ilyen cucc felszedésünk az így fog kinézni, hogy különböző szövegeket kell majd nekünk legyalulni, hogy hozzájussunk a szükséges tárgyainkhoz. Szerintetek mennyire lesz jó dolgom itt? Nem. Nem lesz. Hű, basszus! Ez kemény volt. Ó! Nagyon-nagyon durván tolják, úgyhogy... Dagolj már meg, dagolj meg, dagolj meg, dagolj meg! Hú! Említettem már, hogy sokkal keményebb, mint ahogy eddig kellett volna? Tehát gyakorlatilag ez most már tényleg eléggé húzós kis játék lesz. Nem is biztos egyébként, hogy nem fogok meghalni menet közben, hiába tudom azért darabra, hogy mégis merre felé vagyunk. Ettől függetlenül én próbálom valahogy úgy csinálni a dolgokat, hogy ugye csak azokat írtsam, akiket feltétlenül szükséges. Min van még? Oké. Okay. No. Hello. I cannot keep up. You're going too deep. I will try to guide you. Follow the signal. I'm trying. You must face yourself. Follow me. Oh. The GPS system was supposed to lead me to Zane, but the shifts were interfering with it. I had to keep trying.
I wouldn't survive alone. Na szóval, ugye a fő problémám az, hogy szeretnék én eljutni A-ból B-be nagyon-nagyon szívesen. The changes were becoming more violent. The street wasn't so much ripped apart as it was missing. Like some great hand had reached down and scooped it up. Everything felt erratic, unstable. Na, gyakorlatilag ugye most itt folyamatosan változó világban a saját démonaink kellős közepén kell majd nekünk túlélnünk ezeket a dolgokat, ami nem egy olyan túlságosan szép világkép, hogyha belegondoltok, de azért mégis csak jobb, mint a semmi. Elvégre ugye ennyi erőbe feltételezhettük volna azt is, hogy Ellen megmurdelt, és erre nem. Köszike. Ja, meg itt lehet ilyeneket olvasni. Azt mondja, hogy Sarah Breaker, Bright Falls szépsége, a dögös zsarú csaj, a villámgyors botjával. Debütáló könyv, az egyedüli lány a könyvesboltban, mélyen elmerül a kettős életben, sikeres a rendészeti karrierje, miközben egy titkos társaság tagja, apuci kis katonája, hogy illik bele egy régi módi testvériségbe. Mondtam én, Illuminati, meg Anunnakik, meg ilyenek vannak benne. Na, itt meg mi van? Hát jó, fölveszem, azon már nem újjék. Valahol pedig át kell nekem, jól, meg is van. Anunnaki. Pont azt hiszem, hogy tegnapi napon beszélgettük kedves kollégákkal azt, hogy vannak ezek a jó emberek, akik ilyen idiótaságokban... Jaj! Hoppá, hol vagyok? Tehát akik ilyen idiótaságokban hisznek, mint ugye, hogy tehát ez az angyallátós okosságok, meg a... Hagyjatok békén! Hagyjatok békén! Ó, basszus! Megúsztam igazából. Ezen nem fognak átjönni, ugye semmi probléma. Tehát itt már kevésbé megy arra a játék, hogy mindenképpen le kell öldöznünk valakit, bár lesz olyan jelenet is. Inkább arra megy tényleg, hogy túlöljük, és szerintem így kellett volna csinálni az eredeti 6 epizódot is. De hát ez van. This is bullshit. It's happening again. Brace yourself. Na, ismét változik egy picikét a valóság. Na, tehát igazából nem nagyon értem ezeket az emberkéket, hogy hogy lehet ilyenekben hinni, tehát tényleg mint az ilyen gyíklények irányítják a társadalmunkat dolog. Felejts el. El is felejtett, ide már nem jönnek utánam. Look, wait. Maybe that's him. That's the way to the chopper. I remember this. This happened before we found Barry. Na, ugye ugyanezeket a helyszíneket járom végig gyakorlatilag nagy többségébe, bár azért jobban ki lesz bontva a történet. De most már a különböző események között csak elmondom, amit akartam. Tehát, hogy vannak ezek az ilyen érdekes teóriák, hogy például ugye gyíklények irányítják a világot, és emberi alakot tudnak fölvenni, és hogy ilyen ősi civilizációnak a képviselői, akik előttünk jártak itt, és hogy még most is itt vannak, és valójában övék a hatalom egy. Másik ez az angyallátók, és hogy vannak olyan emberek, akik tudnak beszélgetni az angyalokkal, mert azok nagyon-nagyon szeretnek minket, és elmondják a jövőt, és mit tudom én, micsoda fasságok még. Tehát elnézést, de tényleg, tehát így az emberi butaságon nagyon föl tudom húzni magamat, na itt viszont roppantul nagyon gyorsan el kell húznom. Támad már rátok egy játszótéri rakéta? Hoppá. Ó, de nagyon nagyot pofog. Na, túl is éltem. De tényleg én elhiszem, hogy vannak ilyen érdekességek, amiben igazából sik hinni, meg tök érdekes dolgok, meg minden az égvilágon, de úristen, tehát...
Jó, én mondjuk a vallásokkal is hadilábon állok, tehát félreértés ne essék, nem vallanám magamat ateistának, de úgy gondolom, hogy még ha létezik is valami felsőbb dolog, elvégre miért akarnék én mindent megérteni, mi lehet egy esetleg több, tehát amihez igazából a véges számú agysejtem kevés, hogy fölfogjam. Ettől függetlenül valamiért nem nagyon hiszem el, hogy ezek az arcok, ezek az arcok, akik írtak néhány könyvet, ezek tudták, hogy ha van egyáltalán ilyesmi, az mit akar. Én ezt valamiért mocskos módon kétlem. Úgyhogy igazából vallásokkal is mocskosú hadilábon állok, de az még oké, tehát az igazából így magyarázza a különböző dolgokat. Tehát ezt tanultuk is régen mitológiából, hogy a vallásoknak az volt a célja, hogy magyarázzák a különböző dolgokat, amiket nem értettek a környezetükben. Ez volt igazából az ősembernél is, ez volt a későbbi vallásoknál is, tehát nyilvánvalóan meg kellett magyarázni, hogy miért van tavasz, miért van ősz, miért van nyár és a többi, hopp egy fej. Tehát nyilvánvalóan ezeket a dolgokat meg kellett magyarázni valamivel úgy, hogy elfogadható is legyen. És nyilván egy misztikumra épülő társadalomnak, ahol igazából még csak ismerkednek a világgal, nyilvánvalóan ez egy teljesen kézenfekvő dolog volt, hogy van valami, ami őket is csinálta, és ilyen dolgokkal is folyamatosan foglalkozik. Tehát ezt megértem. Még azt is, hogy valakinek igazából jól esik a tudat, hogy tényleg tehát van egy általa elképzelt Isten, vagy szellem, vagy bármi az égvilágon, ami mondjuk személyesen odafigyelhet rá, hogyha követi az utasításokat. Nyilvánvaló egyébként, hogy valakinek ez lelki megnyugvást jelent, vagy pedig szimplán csak megszoktam, oppá, na én is tudok így játszani, vagy pedig szimplán csak megszoktam, mert a gyerekkoráktól ezt verték bele. Ez is egy vicces egyébként, hogy nem a tudatot határozza meg, hogy milyen vallású vagy, hanem a földrajz, tehát de majd erre is kitérek. De tényleg ez a fő problémám, amikor még... Tehát nem elég, hogy valaki hinni akar valamibe, olyan baromságba akar hinni, ami gyakorlatilag az emberek azon rétege számára is elfogadhatatlan, akik hisznek egy maguknál nagyobb istennek vagy bármi egyébnek nevezendő lényben. Na, ez azért meredek. Olvasunk. Barry Wheeler, az irodalmi ügynök az állandó betegséggel, az őrjítő barát a nyugtalan szónoklással és a karácsonyfa dísz, aki két lábon jár, a valaha készült legdivatosabb kabát tulajdonosa és a nélkülözhetetlen kézikönyv szerzője a leendő ügynökök számára. Véres szikláról, mikor az ostoba hamisítani kezd, bemutatja Ellen Wake rövid fikcióinak új gyűjteményét. Az olyan klasszikusok mellett, mint a Kifutó fiú, számos olyan korai művet is tartalmaz, melyet az író aktáiban mélyen elástak. Sosem akarták kiadni? Nem ez a Wheeler módi. Szerezze be most? Hát igen, Barry egy tahó, tehát őt sosem zavarta különösebben Ellennek a magánélete, vagy esetleg tehát hogy odafigyeljen rá különösebben, hogy valami egyéb is történik. Bár tény és való segítőkész a fiatalember, úgyhogy ezt azért a számlájára írhatjuk. Bár szerintem mire ennek vége lesz, addigra meg lesz egyéb véleményetek is róla. Azaz. Na, ezt a részt imádni fogjátok, egy újabb újítás, ami egyszerűen zseniális lett, hogyha engem kérdeztek. Tehát nagyon-nagyon sokat változtattak egyébként tényleg a játékmenetem menet közben, próbálok ezeken nem rávilágítani. Hogyha el tudjátok olvasni, az volt egy robbanás, mindjárt látjátok, hogy miért. Na ezért. Zseniális igazából, tehát gyakorlatilag muníciónak használni a kályhákat, az azért nem egy egyszerű történet. Na, így is lehet. Gyakorlatilag megsütöm a bunkókat, tehát... ezt én kifejezetten élvezem.
Tökéletes. Na pont erre gondoltam. Ezeknek a cuccoknak egyébként nem érdemes neki menni, mert akkor biztosak lehettek benne, hogy kaptok egy szép nagy pofont tőle, tehát nem tudom, hogy miből van, de mint tudjuk, a szavaknak bántó ereje van. Ez egy örök igazság. Na, itt igazából ezt vegyétek szó szerint. Mindig csak a fény felé. Nyomjad Zén. Hey, bestseller! Looking good! You're not real. Oh, shit, what gave me away? Is that the see-through thing? I'm a figment of your imagination. Oh, boy, Barry. Pretty much everything else you see here. Maybe even you. Oh. That's insane. Yeah, you're right. Everything that happened before made perfect sense, but this is insane. Good catch, Al. Okay. Okay, look, I gotta get going. The GPS. The GPS, yeah, I know. Follow the signal. Got it. Okay. So, anywho, I'm here to help you. The thing is, you need to get a grip. All right? You nag the way the real Barry does. You know that? Well, hey, you know, be fair. It's not my fault you think I'm annoying. I don't think you're annoying. Ah, babe, relax. It's cool. Just try to stay on the ball here. You need to do what Zane tells you. He's been here for ages. He's like the expert. Okay, jól van, Barry, akkor majd beszélünk később. Anyway, if this is insane and it's all from your mind, what's that say about you? Fine, enough. Alina was actually happy to see you. Oh, come on. Tökéletes. Don't shit a shitter, Al. Deep down, you're always happy to see me. Can't lie to yourself, know what I'm saying? I must be a sucker for punishment. You? No, really? And I always thought you went out of your way to avoid trouble. I think the signal's pointing towards that thing in the distance. Thanks. Yeah, thanks for that'd be the Biltmore sawmill. How the hell do you know that? I don't know anything you don't. So why don't you ask yourself that? Huh? Maybe you saw a sign for it back in the real world, or... Maybe it's the sawmill. Mama! Hey, Al! I guess the pen is mightier. If you complete that sentence, you're fired. Mightier than the sword. You're fired. Jó, hát jó, amikor gyakorlatilag a fickó magával beszélget. Tehát ezt azért remélem átérzitek, hogy itt igazából semmiféle kommunikációról nincsen szó. Sziasztok! Mire odaérek, addigra meg is van. Újni. Checkpoint. Adjál dolgokat. Azaz. Égből jön az áldás, gyerekek. Égből jön az áldás. Gyertek, bunkók! Ó, szevasz! Köszike! Sokkal jobb a közérzetem. Na. Elemet azért betolok a fejembe gyorsan. Szakadj meg!
Nem igazán mondanám, hogy túlzottan jóban vagyok ezekkel a fiatal emberekkel, de hát ugye ez van eszköz szeretni, elvileg. Nincsen, basszus, még nincsen. Bum bum bum. Bocsánat, egy kicsikét elhallgattam, csak az a helyzet, hogy ezek a csata jelenetek, ezek annyira mocskos módon igénylik a figyelmemet, ugyanis sosem tudom, hogy éppen honnan jön valaki. Valaki még valahol szeretne velem kötekedni? Lehet egyébként, hogy lassacskán érdemesebb lenne fölpakolnom a puskát magamhoz. Oh! Hol vagy te, tahó? Oké. Gyerünk. Elvileg, hogyha felszállok itt, akkor kapok valami egyéb dolgot. Igen. Jelző pisztoly az mindig nagyon jól jön. Gánát végre, ezt kerestem, gyerekek. Nem mondanám, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt, de ez van. Hülye bunkó. Említettem már egy kicsikét intenzív itt minden? Jó, egy kicsikét begyógyulok, oké. Jó. Jaj, anyám, oké. Kéne csinálnom egy hidat. Gyere ide, híd! Na végre, köszike! Mondtam meg egy kicsikét macerás egyébként ez? Viszont zseniális szerintem, hogy megoldották. Azt az egyet nem tudom megérteni, hogy oké, hülyeség, hogy Xbox exkluzív, de mégis, hogy a francba nem lett ez a játék népszerű? Egyszerűen ötletem sincsen. I'm not saying anything you haven't come up with first. Big Mint, remember? This kind of thing can drive a man insane. No! This is great! And it's probably therapeutic for you too! Jó, azért ezt is újra töltöm, biztos, ami biztos. Tchú! Na, folytköv, folytköv, folytköv. Littering the landscape. His books common and discarded. Like mud beneath his feet. Hardbacks, paperbacks, turned against him. Trash. Just cheap trash. I've seen weird transmissions of myself before. I sounded insane. Like a demented storyteller. To torment and destroy its protagonist.
És megtámadtak a könyvek. Na most rohadtul vigyáznom kell. Holló, megszállott ellenség. Nem. Hú, de nagyon vigyáznom kell. Jó, még mindig jobban állok. Oké, és nem ellen kell nekem menni össze. Van baj, van... Ah, basszus. Storyteller who is out to torment and destroy. Na most kell okosnak lennem. Lehet, hogy így jobban járok, hogyha kibekkelem itt. Ó, bakke. Azaz. Ne cseszekedjetek egy íróval. Hú. Bummot, nem? Na, tehát ez a vicc igazából, hogy amikor az egyetlen egy... számunkra meglévő lehetőséget, amivel megvédjük magunkat, ellenünk fordítja. Egyszerűen annyira zseniális megoldás volt. Hát, tényleg, amit eddig tudtunk a játékról, amit kényelmesen betanultunk, amit igazából könnyebbé vált a végigvitele, na, az bukta. Az úgy szépen bukta. Hogy állok? Jól állok, oké. Ellenőrzőpont elérve. Nem, még nem elég, be kell rúgni. Na, ez viszont kőkemény lesz, gyerekek. Ugyanis hol működik ez a hülyeség, hol nem működik ez a hülyeség. Hoppá. A hátam mögött lévőkkel annyira nem foglalkozok. Még egy barom megsütötte magát. Na, erre mit léptek? Fussál már, vaze! Erről van szó. Köszike. Egyetlen egy darab ilyen szarom maradt, mindegy, majd szerzek még valahonnan. Na, nézzük csak. Kerekek. Aha! Piros doboz. Igen, erről van szó.
Ojojojojoj. You need to get that door open before you can get into the warehouse. That's the way forward. If I'm making this up, why is it so complicated? Because you're a complicated man, and no one understands you. But I'm talking... Harry. Haladjunk, gyerekek, haladjunk! Vrum vrum, haha! Egy bunkó minusz. Hú, gyerekek, szarcsanátok! Gyerünk! Erről van szó. Akkor, hogy biztos legyen. Na, így már biztos, köszönöm szépen. Hú. Jó, úgy látom, hogy sehol nincs senki. Újabb autó, csodálatos. Hogy ne kéne. Köszönöm. Azaz. Szezámtár új, köszike. Na, futás vissza, futás vissza, futás vissza. Hogyha valaki esetleg tud még egyébként olyan játékról, ami véleményetek szerint elnyerni a tetszésemet, tehát hasonlóan okosan kitalált és... szavaztok? Tehát hasonlóképpen okosan kitalált és egyébként pedig izgalmas, de kihívást is rejtő mutatványról van szó, ami igazából kezelhető és nem ilyen mocsok idegesítő rage game, mint például ugye... ahogy a Dark Souls-t emlegetik néhányan. Én személyesen nem tudom egyébként, mert még soha az életben nem játszottam Dark Souls, de tervezgetem. Na, tahókáim, ezt benéztétek. Remélem nem most sikerült egyébként az összes létező dolgot leírtanom, ami nekem segített volna továbbjutásban. Elvileg nem. Sőt, elvileg tök jól állok. Az a jó igazából, hogy nem kell különösebben tárgyakat keresgélni, tehát hogyha nincsen kiírva, akkor nincs ott. Revolver lőszer megvan, oké. Itt már nem is emlékszem, hogy mi fog jönni, de valami tudja, hogy fog jönni. Ja, megint mezőre megyünk, bakker. Tudom, tudom. Hey, what are you up to? I thought this was my side of the bed. He entered the trap, surrounded by enemies. We can't find where to run. I'm so sick of you. I
Bukta! Azaz! Így nyomják az írót. Hát egy kicsikét jobban megizzasz, mint ahogy emlékeztem rá, de valószínű, hogy ennek az az egyik oka, hogy roppant módon nem emlékszem rá. Tehát tudjátok, biztosan tudjátok ti is azt, hogy van az a játék, amivel ezer éve játszottatok, és úgy tudjátok, hogy megvan benne minden apró cseprő kis hülyeség. Aztán nem. Nagyon nem. Nagyon-nagyon messze álltok a valóságtól. Én messze álltam a valóságtól. GPS? Hol vagy GPS? Vrm 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 Futás! Futás! Azaz! Itt már nem jön utánam. Annyira nagyon nem szeretem egyébként ezeket, amikor itt be vagyok szorítva. Nem. Erről van szó. Köszike. Fákjából sosem lehet elég, mint láthatjátok. Bár igazából többet dobálhatna a gránátokból, azt egy kicsivel jobban élvezném, de hát ugye koldus ne válogasson. Piros doboz, piros doboz. És ha jól hazudok... Aha. Tehát, hogyha jól hazudok, akkor lassacskán a végénél tartok ennek a cuccnak. Elvileg meg is tisztítottam magam előtt az utat. Ó, basszus, majdnem. Szevasz. Legyen egy checkpoint valahol, léci. Nincsen, hát nem baj. Ide már nem jön utánam. Emlék. Stop it! They're waiting for us downstairs. We don't have time for Alan. I knew she was right. She still made my heart ache. I had saved Alice. But I wasn't even sure when that happened. Was it days ago? Weeks? Longer? I had no way of knowing. No, valahogy így néz ki ez a dolog. Úgyni. Hey! Köszi a tanácsot, kedves barim! Menjél már föl! Köszi! Igen, ez nagyon-nagyon veszélyes, de közel sem annyira, mint a későbbiekben lesznek a dolgok, úgyhogy egyenlőre szerintem valahogy el fogom viselni. Úgy emlékeztem, hogy ott fönt is van egy bunkó, de szerintem jó. Ó, itt van a bunkó!
tökéletes. Engem az a része zavar, hogy miért nem lehet egyébként kézi fegyverrel is nekik menni például. Tehát mit tudom én, mondjuk egy ilyen kis apró égőkkel teleaggatott bottal, vagy... Mit tudom egy... Vagy mit tudom én, mondjuk egy ilyen szép nagy vasrúdra szerelt zseblámpával, tehát valami hasonló, tehát... I could only hope that Alice was all right. I didn't know what happened to her after she left the dark place. Vagy még jobb, fákjával, tehát fölgyújtani egy ilyen rohadékot, az azért, hogy mekkora genyeság? Befelé? Befelé. Hey, hold that pose. That was a good one. Like this? Yeah, but smile a little more. No, that's too much. You want to look mysterious. Maybe a little tough. You know how people go for those dangerous bad boys. But I'm not dangerous. Oh, come on. You write about terrible things all the time. People want to think that you're intimately familiar with them. You kill Casey in this book. You need to look a little bit like a murderer. Oh, that's good. Do that again. You look handsome. And dangerous. You know, I wasn't sure about the beard before, but I was wrong. It looks good on you. Okay, I think we're done. Great. I want to get out of this suit. Hey, things are looking up. Guess danger is sexy. Csodálatos, köszönjük szépen. That was when I was still working. When I felt like a real writer instead of a fraud. It was a good memory. I wished I hadn't seen it. Azaz, köszike. Alan, you made it. This area of the dark place is calmer, at least for the time being. We can talk here, but we don't have much time. Zane, how do I get out of here? That's what you face. That's you, even as we speak. Darkness. Darkness coming! Swept him away. Lost! He knew. He knew! He couldn't hold on. He knew there was no way out. Oh. No, I'm right here, oh, Zane. What's going wrong? That's not me, it's just... Oh. I don't know, an echo, a hallucination, the dark presence. No, the dark presence is not responsible for this. You are making this happen. You're trapped in your own nightmares. You are fighting yourself. Uh-huh. Wait, didn't understand it. And he would never make it. He would never wake up. And he'd get swallowed up in the rising tide of darkness. It was coming. It was coming. Shut up! Gah! Swept away by the gathering insanity. Zane was gone. Wake could feel the pressure, gnawing at his mind. The darkness wasn't so bad. It was in him. He felt it. He knew the voice spoke the truth. It was just too hard to think. He can't... Couldn't make sense of it. Couldn't... He wanted to go with the flow. Stop thinking and just let go. Ó! Erről van szó, köszike. Mondom én, itt most már lassan a végéhez közeledünk. Igen, mondtam, vége. Na, fussunk neki még egyszer. Néztem, tahó. Na mi van, oszlop mögül nem is olyan könnyű eltalálni, mi?
Oh! Majdnem benéztem. Na. Egyet lenyomtam elvileg. Oppa! Ki a franc volt az? Na. Ez eléggé közel volt, mit nem mondjak. Oké. Csodálatosan vagyok, gyerekek, csodálatosan vagyok. Jó, 2 mínusz. Na, gyakjuk le a tévéket. Nem. Hoppá. Ne. There's no way out.